Laura, akkor lefeltölteni a füledet, igaz? Amire azt mondtad, hogy nem volt rossz, csak büdös, igaz? Megrajzoljuk a fülecskéden a pöttyöket, hogy hol kerüljenek ezek a pillangók. Szupi, másik fele. Jó. Közben gondolod, meg is nézheted, hogy én mit rajzoltam. Ennek közben már mérem, jó. Nagyon ügyes vagy. Fontos, hogy egyforma legyen a két oldalról. Jó, itt egy picit még ráerősítünk. Szupi. Édesanyját is megkérjük, hogy pillancson rá a pöttyénkre, meg a párt is, hogy megfelelő. Szerintem jó lesz. Neked is tetszik? Szólalj meg! Figyelj! Ezt most egy picit letesszük. Összeszereljük együtt a fűlyukasztórendszert. Jó, ezt a papírt, ha itt nekem lehúzod, ahol nagyon szuper, mert segítséget nyújtasz. Még egy picit. Így. És rátesszük ide, nyomd meg a tetejét, légy szíves. Itt. Oké, itt is. Szuper, nagyon ügyes, hogy egy pillanatból készen van. Mi az, hogy elmondhatjuk a nézőknek, hogy te mit választottál, milyen fű dolgot választottál? Kék lepkét. Miért pont azt választottál? A kedvenc színem a kék. Kedvenc színem a kék. A lepke meg cuki volt, igaz? Jó, őt is megnyomjuk. Jó, másik felén. És kész már az első pillanatok, ez olyan ügyes a lányunkat, hogy készen is van. Na, tehát már megvannak a fülükbe, akkor készítjük a pillanatodat, jó? Most is majd elmondhatod, hogy mit éreztél. Egyetlen egy pillanat alatt készen van a pillanatod. Mit szólsz hozzá? Megforgatjuk egy picit, hogy egyenesen álljon. És egy fülbeolvad készen van. Oksi, megkukkantod? Mit szólsz hozzá? Szép. Jó választás volt? Igen. És milyen volt a fülbelövés? Fárfa. Nem fák? Hát mert ügyes nagy lány vagy, hogy bátor, jó? Elkészítjük a másik felét is. Picit egyenesen tartjuk a buksinkat, így. Egyszerű, hogy legyen ennek a pillangónak egy párja. És ő is készen van. Nagyon szuper. A fülbeolók belövés pillanatától forognak 360 fokba. Ezt így kell tovább forgatni, majd otthon is jó, ahogy mutatom itt a kezemmel. És van egy szuper jó kis utókezelő oldat, ami segíti a gyógyulást is naponta fertőtlenít. Háromszor lecsöpögtetjük reggel, délben mondjuk és fürdés után. Ékszer mögé csöpögtetünk. Megtoljuk ütközésig hátra, ott mindig van mozgástér, ezt meg kell, hogy nem szabad, hogy szorosabb legyen, jó? Ide is csöpögtetünk. A biztonsági kapocsból nem lokad ki a szúrószál, tehát mindig hintázik előre-hátra a fülbeolónk és levegőzik, és csöpögtetés után forgatunk, hogy bejusson a hatóanyag, és kialakuljon 4 hét alatt a fűjük, jó? Addig az ékszer nem vehető ki, utána szabad cserégetni, de arra nagyon kell vigyázni, hogyha szabadon marad egy éven belül a fűjük, 8 óra hosszalabb bezáródik. Jó? A te feladatod pedig az, hogy amikor csöpögteted a pillangókat, mindig mosd meg a kis kezed, hogy ne vigyél el bacillus. Jó, hogy mindig tiszta kézzel forgass, valamint továbbra is össze kell fogni a frizurát, hogy ne tekeredjen rá halszálra, mert az meg tudja húzni a fülbevalót. Jó? Ügyesebben félsülködünk, hogy ne akadjon bele. Félső, törőköző, ruhanemű, tiszta kézzel utókezelünk, és vigyázzunk, hogy ne tekeredjen rá halszál. Víz érheti a mai naptól. Jó, most nézd meg magad így, hogy megvan mindkét fülbevalód. Millimétereket lehet rajta fordítani, mert ő forog. Na, mit szólsz hozzá? Hogy tetszel magadnak? Szép. Szép? Mindenkinek tetszik? Igen. Mm-hmm. Szuper volt? Nem bántad meg? Nem. Jól van, viselkodod el. Köszönöm.